Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 4-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba, erre is kivetem a kártyát. A háttérben egy kicsit zajos, én Mallorca szigetén élek egy finkában, ez olyan, mint Magyarországon egy tanya, és itt a ház körül hagymákat ültettek, és most szedik ki a hagymát, úgyhogy itt a traktor, meg a munkásoknak a hangja a háttérben hallható, de azért remélem nem zavar benneteket, és halljátok azt, amit én közlök veletek. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, tervei. Itt ezen a képen az ördög látható. Az lehet, hogy neki most furcsa gondolatai vannak, de én úgy gondolom, hogy itt nem az ő gondolatairól van szó, hanem egy bizonyos személyről. Mert a háttérben van valaki, aki ártani akar neki. Hazugságok, irigységek, valami rossz közeledik hozzá, amit ő érez is, ezt mutatja ez a kép, és tud róla. Ő átlát a dolgokon. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az érzelmei. A kettes szám a ti párkapcsolatotokra utal, vagy egy szerződésre. De valaki van a háttérben, és figyeli az eseményeket. Ő érzi, hogy itt hamisságokról van szó, és pontosan ez, ami foglalkoztatja őt a gondolataiban. A harmadik kérdés pedig az volt, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba, ő várakozik. Ő vár egy hírre, átlátja az eseményeket, és vár arra a pillanatra, amikor ő közölni tudja veletek, hogy mi történik, milyen hamisságok, meg milyen hazugságok itt a háttérben. Előfordulhat az is, hogy ő vár egy hírre, hogy ti jelentkezzetek nála. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból, és ez a kártya azt jelenti, hogy az álom valóra válik. Vagy van egy álomkép, és oda kell, hogy figyeljetek. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. Ez egy videó felvétel áll néven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!